Az internet veszélyeire hivatott felhívni a figyelmet az a kiállítás, amelyen fiatal művészek által készített poszterek láthatók. Az Eurid és a Szent István Király Múzeum közreműködésével létrejött kerítéskiállítás mindannyiunk számára aktuális témát feszeget, de talán a fiatalabb generációt érinti a leginkább. Szerettük volna megszólítani azt a korosztályt, amelyik szerintünk valóban ebben él, tehát az online térben él, illetve hallani szerettük volna az ő véleményüket erről, hogy érzékelik ők. És azt gondolom, hogy mivel ők az a korosztály, akik már ilyen majdnem felnőttek, hogy nagyon jól tudják visszaadni, rámutatni a veszélyekre, illetve a legfontosabb dolgokra a kiberbiztonságon belül. A Szent István Király Múzeum örömmel fogadta a kiállításra vonatkozó felkérést, hiszen a téma az egyik legaktuálisabb területet érinti, amely egyre inkább meghatározza az emberek mindennapjait. Kiberbiztonság, ez múzeumot is teljesen alapjaiban érinti, mint ahogy bárkit a mai életben. Tehát már azzal, hogy akár írunk egy SMS-t, vagy bármiféle olyan üzenetet a telefonunkon, amire azt gondoljuk, hogy ártatlan, ez a felhőbe felkerül. Tehát tulajdonképpen az emberi tevékenység minden egyes pontja, de akár amikor kimegyek egy ásatásra és csinálok egy digitális fotót, az is már az internethez kapcsolódik. Lerner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere a kiállítás megnyitóján kiemelte, hogy már maga az utcai helyszín is különleges, hiszen a téma komolysága és aktualitása mindannyiunkat érinti. Ez egy nagyon fontos dolog. Fontos a szülőknek, fontos a személynek és fontos a családnak, meg magának a személynek, a diáknak is, hogy megtudja ezeket a talmi, hamis és valós dolgokat. A Nemzetközi Szép Online 2023 poszterverseny harmadik helyezettje a Tóparti Gimnázium tanulójának Molnár Dorkának az alkotása lett, aki a Windows ablak művészi tovább gondolásával alkotta meg a díjazott pályaművet. Eszembe jutott, hogy a kiberbiztonsághoz köze van ugye ennek, hogy megfigyelik az embert nagyon könnyen a kameráján keresztül esetleg, és akkor eszembe jutott, hogy egy ablakon benéző alak az ehhez így kapcsolódhat. A Szent István Király Múzeum országzászlótéri épületének Várkörúti oldalán lévő kerítéskiállítás november 7-éig bárki számára ingyenesen látogatható.